Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban vagyunk, és hamarosan kezdődik egy rendezvény, hogy mi is ez pontosan, Nagy Éva igazgatóhelyettessel beszélgetünk. Ahogy beléptünk, láttuk, hogy Reformáció 500, tehát a reformációról lesz szó, de milyen formában? 2017-ben ünnepeljük a Reformáció 500. évfordulóját, és ezzel kapcsolatban számos országos és helyi rendezvény is lesz. Ma van a Reformáció 500. évfordulójának a megnyitó ünnepsége Debrecenben, és ezzel kapcsolatban, vagy ezzel párhuzamosan kb. 100 iskola együtt délelőtt folyamán részekre bontva felolvassa a Bibliát. Ehhez csatlakozott akkor az iskola, és hányan fognak olvasni? Igen, ehhez csatlakoztunk mi is, és az általános iskola is. A mai nap folyamán több tanár és több diák részekre bontva olvassa fel a Bibliát, kb. 25-en. És azt tudjuk, hogy melyik részt kapták a karcagiak? Újszövetségi és ószövetségi részt is kaptunk, így beosztották Debrecenben, hogy minden iskola a Biblia mindkét könyvéből olvasson fel. Az iskola mi alapján választották, hogy kik olvashatnak? Önként jelentkeztek a gyerekek is, és a pedagógus kollégák is. Nagyon örülünk neki, hogy szívesen olvassák a Bibliát. Azt gondolom, hogy a Varsóha felolvasó verseny kapcsán azért nem vannak edzettebb diákok és pedagógusok ehhez. Így van, biztos hozzájárult ez is, de tényleg örülünk annak, hogy ezek szerint hittanórán is olvassák a Bibliát, és valószínűleg otthon is, hiszen bátran merték vállalni ezt a mai felolvasást. Akkor nézzük mi is figyelemmel, kísérjük figyelemmel ezt a felolvasást. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük szépen! Kedves kollégák, szeretettel köszöntelek benneteket! A mai alkalom egy különleges. Ezelőtt 500 évvel ilyen alkalom nem lett volna. Két oka volt, hogy nem lehetett volna 500 évvel ezelőtt egy ilyen alkalmat összehozni. Nem azért, mert ne lettek volna diákok, ne lettek volna esetlegesen tanárok, hanem azért, mert a mostani alkalom, aminek az a címe és az az értelme, hogy Reformáció 500 bibliaolvasás, eleve 500 évvel ezelőtt hiányzott volna a Biblia, és 500 évvel ezelőtt hiányzott volna, hogy tudjatok olvasni. A gomb és a kabát kérdése, melyik volt hamarabb, tojás és a tyúk kérdése. Képzeljétek el, 500 évvel ezelőtt a ti korosztályotok jelentős része nemhogy iskolába járt volna, hanem inkább egyéb más helyen dolgozott fizikálisan. És a ti korosztályotok azon kívül, hogy hallott volna valamit, néhány sztorit, néhány eseményt a Bibliából, úgy valójában magával a Bibliával nem találkozott volna. Tehát az, hogy most mi itt vagyunk, az annak köszönhető, hogy 500 évvel ezelőtt, amikor elindult a reformáció, a legfontosabb vívmánya az volt, hogy újra elővették a Bibliát. És mivel elővették a Bibliát, ugye Lutherék, utána rájöttek arra, hogy már a Bibliánk megvan, csak még nem tudnak olvasni a diákok. Ezért elkezdték kialakítani azt az iskola rendszert, aminek többek között ti is vagytok az örökösei, amiben az anyanyelven folyt az oktatás, és volt a cél, hogy minél teljesebb legyen az ismeret, és többek között a Bibliát is el lehessen olvasni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 500 évvel ezelőtt elindult valami, amiért érdemes hálát adni, az akkor kiábrázolását tekintve a mostani alkalom. Iskolánk van, itt vagytok, olvasni tudtok, és olvashattok. Úgyhogy így indítjuk el ezt a mostani alkalmat. Ezzel tisztelgünk az 500 évvel ezelőtti események előtt, és köszönöm, hogy ebben részt fogtok venni, és köszönöm szépen, hogy meggyőződésen szent alázattal fogjátok hallgatni az ígét, amit föl fognak olvasni. Előre hadd mondjam, hogy azért annyival már másabb a helyzet, mint 500 évvel ezelőtt, mert 500 évvel ezelőtt megtalálták a Bibliát újra, 500 évvel ezelőtt elkezdték kialakítani az iskola rendszert, hogy tudjanak olvasni az emberek, a diákok,
Utána viszont rájöttek arra, hogy nem elég csak tudni olvasni a Bibliát, érteni is kell, és éppen ezért arra adták magukat az elődeink, hogy legyen, aki magyarázza, és legyen, aki megérteti az ígét. Ezután tehát kialakultak azok a gyülekezetek, azok az egyházak, ahol a Biblia olvasásnak és a magyarázásnak volt a szintere, egy-egy istentisztelet. Ennek vagyunk mi a reformátusok, a baptisták, tehát a protestáns felekezetek az örökösei. Éppen ezért, kedves diákok, nagyon megkérlek benneteket, hogy ne felejtsetek el majd szintet lépni, és amellett, hogy hálát adunk, és kérlek, hogy ti is köszönjétek meg a Jóistennek, hogy ilyen körülmények között együtt olvashatjuk a Bibliát, azért legyen bennetek az a lelki vágy, hogy meg is akarjátok érteni a Bibliának az ígéjét. Erre sajnos ebben az iskolában sem, pedig ez egy kivételezett hely, nincs igazából jó tér, terep, hanem a gyülekezetekben van. Azzal lesztek teljes mértékben a reformáció örökösei, hogyha megtaláljátok azt a gyülekezetet is, ahol viszont az ígét meg is magyarázzák nektek, hogy ne csupán olvasni, hanem megérteni is képesek legyetek. Köszönöm a szervezőknek ezt az ötletet, és bízom benne, hogy haszonnal lesz mindenkinek. Hadd mondjam előre, hogy lesznek olyan ige szakaszok, amelyek nagyon nehezen érthetők. Higgyétek el, mi is küzdünk vele, azokat is fogadjátok szeretettel, ezeket ránk oktrojálták, tehát azokat a szakaszokat, amiket nagyon nehezen lehet érteni, azokat is mi kaptuk, elfogadjuk, fölolvassuk, de mondom még egyszer, a magyarázat is fontos, az pedig a templomban, a gyülekezeti házban, Isten tiszteleten van. Ne spóroljátok meg, ti elég komoly fiatalok vagytok, biztos vagyok benne, hogy érteni is akarjátok majd az ígét. Átadom a terepet, és kíváncsi leszek rá, hogy mi fog ebből kisülni. Figyelmet kívánok tőletek, kérek tőletek, és sok áldást erre a mai napra. 69 általános és középiskolában történik ugyanez, mint itt most nálunk, egész Kárpát-medence szerte, Debrecentől Sárospatak, Pápa, Nagykőrös, Zila, Nagyvárad, Kolozsvár, és sorolhatnám még tovább azokat az iskolákat, ahol a diákok ugyanígy részt vesznek ezen a bibliaolvasó napon. És akkor szeretnénk elkezdeni a bibliaolvasást. Minden iskola kapott egy ószövetségi, egy új szövetségi részt, illetve olyan részeket a Bibliából, amik kevésbé ismertek és kevésbé szokták olvasni. Mi a Zsoltárok könyvéből, illetve a Krónikák könyvéből kaptunk részt. Először az ószövetségi részt fogjuk felolvasni, és akkor szeretném kérni a felolvasókat, Tóth Barna tanár úr, Ferenci Tamás 11C, Ari Erzsébet 11B, Zsembeli Zsadány 11C, Papp Patrícia 10B, Szentesi Zoltán tanár úr, Kele Ádám 10C, Szarkáné Tóth Andrea tanárnő, Varga Nóri 11C, és Kisari Katalin tanárnő. A felolvasandó ige szakaszhoz annyit szeretnék elmondani előjáróban, mint ahogy nagy tiszteletű úr is említette, hogy vannak kevésbé érthető részek, ezért egy kicsit érthetőbbé téve, hogy az Ézsaiás könyve az egyik leghosszabb prófétai mű, és nagyon választékos nyelven fogalmazza meg a proféciát. A felolvasandó ige szakasz az két jövendőlés köré csoportosul, az egyik a Samária bukásáról szól, illetve a második rész Jeruzsálemnek a megszabadulását fogja hirdetni. Jaj neked pusztító, akit még nem pusztítottak el, te csalárd, akit még nem csaltak meg. Ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztulni, ha készen leszel csalárdságoddal, téged fognak megcsalni. Uram, könyörülj rajtunk! Benned remélünk, légy erősségünk reggelenként, és szabadítunk a szorongatás idején. Dörgő szózatottól elfutnak a népek, ha fölemelkedsz, elszélednek a nemzetek. Összegyűjtik zsákmányodat, ahogy a sáska gyűjtöget, úgy ugranak rá, ahogy Anna szöcske ugrik. Magasztos az Úr, mert magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal.
Biztonságban lesz, gazdag az üdvösségben, bölcsességben és tudományban, az Úr félelme lesz a kincse. Íme vitézeik ott kint kiáltoznak, a békekövetei keservesen sírnak. Puszták az országutak, az utakon már nem jár senki. Megszegte a szövetséget, lenézte a városokat, nem gondolt az emberrel. Sír és elhervad a föld, megszégyenült, fonnyadozik a Libánon. Olyan lett Sáron, mint a puszta, lombja vesztett Básán és a Kármel. Most fölkelek, így szól az Úr, most föltámadok, fölemelkedem. Szalmát fogantok, polyvát szültök, dühötök tűz, amely megemészt benneteket. A népek égetett mészszé lesznek, levágott tövisekké, amelyek tűzben hamvadnak el. Halljátok meg, ti távollakók, mit cselekedtem, ismerjétek meg, ti közelvalók, az én hatalmamat. Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el az istenteleneket, kilakhat közülünk megemésztő tűzzel, kilakhat közülünk örökös hőséggel.